A felajánló szervezetek képviselői adománylevélben adták át jelképesen a búzából készített lisztet a szervezeteknek és önkormányzatoknak az apagyi eseményen. Az idei Magyarok Kenyere jótékonysági akcióban összesen 450 tonna búza gyűlt össze, amihez a szabolcsi gazdálkodók több mint 25 tonnával járultak hozzá. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által koordinált gyűjtés keretében idén lehetőség volt arra, hogy a lisztadományból minden megye karitatív szervezetei részesüljenek. Minden megyében marad vissza, annyit kell felajánlani országos szintre, amit az első évben tettük, a többivel mi rendelkezünk, és mi a megyei közgyűlés, a Nyíregyháza város, illetve a környező települések polgármestere is bekapcsolódtak ebbe a gyűjtésbe, illetve a település lakói, és mi most úgy gondoljuk, hogy a Vöröskereszt Gyermekjóléti Alapítvány, illetve a JK szenvedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák önkormányzatokat kívánjuk támogatni. A 85 felajánló által összeadott megyei búza felajánlásból több mint 18 tonna liszt készült, amiből 14 szervezet és önkormányzat részesült. A felajánlók között volt a megyei önkormányzat is. Baracsi Endre közgyűlési alelnök fontosnak tartja az ehhez hasonló akciókat. Igyekszünk olyan együttműködéseket kialakítani, amelyel egyrészt a megyei gazdaság, megyei mezőgazdasági termelőknek tudunk segíteni, úgy tudjuk alakítani a különböző programjainkat együttműködve, hogy azzal egy olyan környezetet teremtsünk, amelyel valóban a mezőgazdaságot, mint megélhetést megyei szinten is olyan nívóra lehet emelni, amelyre azt hiszem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kell. És természetesen vannak a jótékonysági célú megmozdulások, amelyek egyrészt szorosan kötődnek természetes termeléshez, hiszen itt is búzáról, lisztről van szó. A júniusi jégverés sújtotta Rozsái és további 7 érintett település lakói mintegy 4 tonna lisztet kapnak, amelyet kisebb adagokba csomagolva juttatnak majd el a rászorulóknak. A Rozsái településen 200 házat érintett ez a jégár. Hogyha az összes 7 település veszem, akkor ez körülbelül olyan 600 családot jelent, akik fognak majd ebből valamilyen szinten kapni. Bízunk benne, hogy mindenkinek fog jutni, és nagyon örülünk neki felajánlásnak. A lisztadományból többek között a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, a Vöröskereszt, a Kárpátaljai Református Egyház intézményei, valamint például Geszterét, Hetefehércse és Márokpapi önkormányzata is részesültek.